Kevesebb, mint egy évvel ezelőtt tették le nyíregyházi úszoda lapkövét, csütörtök este pedig megkezdődött a medencék feltöltése. A 3 milliárd forintos beruházás 70%-ban TAU-s forrásból valósul meg, a 750 millió forintos önerőt pedig a kormány biztosította. A 4500 négyzetméteres létesítmény egy verseny és egy tanmedencével, valamint 250 férőhelyes nézőterével és a kiszolgáló helyiségeivel megfelel a nemzetközi elvárásoknak is. Itt a belvárosban, az aréna mellett, könnyen megközelíthető helyen, egy ilyen modern, legmodernebb gépészettel, mindenféle technológiával rendelkező úszodánk lesz, és ez a versenysport mellett az utánpótlás, nevelés, de itt a tanmedencében, 25 méteresben a gyerekek úszásoktatása is nagyon jó megvalósítható, és a szabadidősportnak is ad majd teret. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, mert ezzel egy újabb nagy lépést tettünk előre a sportinfrastruktúra fejlesztésben. A sportért felelős államtitkár kiemelte, az egészségmegőrzés érdekében nagyon fontos, hogy minden korosztály számára biztosítani tudjanak mozgási lehetőséget. Ha gyermekek sportosak, akkor a család is az lesz, és a szülők is, anyukák, apukák és az idősebb korosztály is sportosabb lesz. Ehhez kell olyan szolgáltatás, olyan létesítmény, amelyet ténylegesen ki tudjuk szolgálni, és meg tudjuk teremteni azt a lehetőséget, hogy bármilyen sportágat tudjanak választani a gyerekek. Nyíregyháza ténylegesen már évtizedek óta szeretett volna egy ilyen létesítményt, egy uszodát, egy komplexumot, hiszen ez az 50 méteres hosszú és 25 méter szélességgel rendelkező uszoda, 10 pályás minden igénynek, nemzetközi színvonalú versenymedence, amely mellett egy olyan tanúszoda található, amely szintén 25 méteres. A hamarosan kezdődő egy hónapos tesztüzemet követően vehetik majd birtokukba a létesítményt az úszók és a városlakók. Az új úszodában az úszóversenyek mellett vízilabda mérkőzéseket is láthatnak majd az érdeklődők.